Ez izgalmas, mert szerintem mi vagyunk annyira maximalisták, hogy minél jobban érezzük magunkat, annál több apróságot találunk még, amit ki akarunk javítani. És a mostani próbákon például pont ez történt, hogy már elkezdtünk tudni figyelni még részletbeli különbségekre, és még mindent meg akartunk javítani. És ugye ez olyan minden produkció, hogy nincs tökéletes, hanem abba lehet hagyni. Úgyhogy most így abba hagytuk a próbát. Alapvetően nem történtek nagy változtatások, picit zeneileg belenyúltunk, de csak nagyon minimálisan, és tényleg az, hogy minél felkészültebbek legyünk. Tehát igazából az elmúlt időszakban szerintem pihenni szerettünk volna a legtöbbet, és az agyalás meg arról szólt, hogy az apró technikai dolgok hová kerüljenek, és hogyan tudunk még jobban felelősséget vállalni a munkafolyamat minden részért. Én borzasztó hálás vagyok azért, hogy az előző forduló után rengeteg üzenetet kaptunk és támogatást, míg az élő show alatt is, és utána meg aztán elszabadultak a levelek, és alig győztünk rájuk válaszolni. És én azt gondolom, hogy erre minden előadónak szüksége van ebben az egész versenyben, és nagyon örülök, hogyha most is velünk vannak, és velünk vagytok, és nyugodtan írjatok nekünk, meg mondjátok el, hogy mit gondoltok, mert az nekünk fontos, és szurkoljatok.